a teljes tím, aki itt indult, a mezőny, több mint 50 ezer kört tett meg ez alatt a 3 hét alatt itt Laguna Secában. Áú! Azt a 700-át! Mark, itt a versenymérnököd. Gyönyörű szép előzés volt. Ezt várjuk tőled. Ők most feltartják egymást. Nekünk fontos a célegyenes előtti ráfordító. Ez miért lassult be ekkorát? Ne foglalkozz vele! Ragd össze fejbe a kört! Basszus, és elkezdted elcsúszni az autóm eleje? És Megyeri visszamegy! Ne! És Megyeri elmegy! Tarzd. És Megyeri elmegy! Alakul a tempó, jó lesz ez, basszus, de elmegy Megyeri! Annyira semmi gond, jön a következő kör. Az utolsó kanyart. Hello, üdv mindenkinek! Köszönjük, hogy ismét az ACC Hun csapatát választottátok. Ahogy ígértem, Laguna Seca. Welcome to California! Csoki barna csocsos csajok, szörfösök, 40 fok és káprázó napsütés. Lenne, ha profi szervezőink mesteri módon nem a január végi aktuális Monterey időjárást állították volna be, ami így 9 fok. Ez a 2021-es Endurance bajnokságunk első futama, ami tele volt izgalommal, drámával. Szó a stúdióé. A szerver. Platinum Gold, azaz a profik versenye. Már a TT eredmények alapján borítékolható volt, hogy kemény futam várható. 40 pilóta volt másfél másodpercen belül. A két hetes felkészülést Tóth Árcsi nyerte meg az eszméletlen 1.27.81-es idővel, viszont a futamot óriási küzdelemben Árcsi előtt Erős Barnabás nyerte. Fazekas Barnabás a hetedik helyről topogóra hozta fel Porsche-ját. Csapattársaim Szabó Junior Zoltán negyedik leg, míg Ambrus Péter igaz a 36. helyről, de 19 helyet javítva a 17. helyen végzett. B-szerver, Silver kategória, ahol a TT idők tekintetében 0,8 másodpercen belül volt 26 versenyző. Fantasztikus és kiroppanó formában Zelfel Tamás rajtcél győzelmet aratott. Mészáros Gábor a 12. helyről 10 helyet javítva lett a második, eszméletlen. Pesti Geiger Viktor sem szerényebb teljesítménnyel 7 helyet javítva állhatott fel a dobogó alsó fokára. A futam egyik legnagyobb gladiátorra Tildi Balázs volt, aki az Aston Martinnal 21. helyről 14 helyet javítva lett a 7. C-szerver, bronz kategória 22 indulóval. Az illovasok közül Béres Dániel vitt el az aranypokát. Horinka Gábor a második helyről indult, be is hozta a Lexust a második helyre. A BHPL Team Soproni versenyzője, Hans Christian kitartásának és új pedáljának köszönhetően a 10. helyről 7 pozíciót javítva lett a bronzszerver bronzérmese. Meg kell még említeni Perec Gábort, aki a futam során 10 helyet javítva, így a 6. lett. Összesen több mint 80 induló volt, közel 50 ezer kört tettek meg. Viszlát Laguna Seca, legközelebb február 20-a, Németország,
Nürburgring. A megkérdezett pilóták többsége úgy nyilatkozott, hogy ez volt élete futama. Pedig Endurance bajnokságunknak még csak ez volt az első versenye. Köszönet nektek, a szervezőknek, az adminoknak, és mindenkinek, aki tényleg kőkeményen oda tette magát ezen a versenyen. Nézzük, mi lesz a jövőbe, de én most hagylak benneteket, élvezzétek az utolsó pár percet, ami tele lesz csatával, előzésekkel, és még minden mással. Szeresd a motorsportot, köszönjük, hogy minket választottatok. Sziasztok, Pichler Balázs voltam.